Azok a növények, amelyek ősszel, télen és koratavasszal díszítettek, azok kikerültek az ágyásokból. Ugye a tulipánokra és az árvácskákra kell itt gondolni. Utána egy nagyon gondos talajelőkészítés történt, majd ugye a termesztő helyel egyeztetve ugye folyamatosan érkeztek a növények az Erzsébet térre és a város többi virágágyásos területére, és egy gondos tervezést, megtervezést követően ugye tudatosan lettek ezek a növények kiültetve a virágágyásokba. A talajelőkészítés folyamata hogyan zajlott, mennyi időt ölelt fel, milyen munkálatok zajlottak ebben a munkafázisban? Hát igyekszünk minél hamarabb minden munkafolyamatot elvégezni. Ez úgy kezdődik, hogy legelőször is az öntözéssel kapcsolatos alkatrészeket, csöveket ki kell szerelnünk ezekből az ágyásokból. Aztán történik egy talajlazítás, tápanyaggal való feltöltés, majd a talajnak az olyan jellegű elegyengetése, hogy a növények bele tudjanak kerülni. Ez egy körülbelül egy hét alatt lezajlanak ezek az előkészítő munkák, de azt tudni kell, hogy folyamatosan, tehát nem az egészet egyben, hanem mindig az adott ágyásnak történik a talajelőkészítése és a beültetése, és akkor szépen haladunk egy terv szerint végig a városon. A színösszeállítás hogyan zajlott, mennyire igyekeztek arra is ügyelni, hogy minél tarkább, minél színesebb legyen itt a közterülete, illetve a közterületei a városnak? Hát ugye ez minden évben az egyik legnehezebb, és nyilván egyben a legszebb, de a legnehezebb része a tervezés, hogy mindig valami újat tudjunk mutatni, új formát, új színeket. Nehéz feladat, nettes kollégáimmal együtt alkottuk meg a forma, meg a színvilágot télen, ugye ez mindig a télnek a feladata. Igyekeztünk újat mutatni, igyekeztünk az adott termőhelynek a mikroklimáját figyelembe venni. Meglátjuk, igyekeztünk nagyon-nagyon szépet összehozni, reméljük, hogy az ide látogatóknak és a városlakóknak is tetszeni fog. Ezek ugye főként, vagy hát jelentős részben egy nyári növények, melyek azok, amelyek például itt láthatóak, vagy mondjuk a Deák téren, vagy a Széchenyi téren, mennyire igyekeztek eltérő fajokat is behozni, betelepíteni? Ugye figyelnünk kell azt, hogy a klímaváltozás meg ezeknek a nagy burkolati felülettel ellátott tereknek a mikroklimája mit enged meg, milyen növényekbe tudunk gondolkodni. Nagyon-nagyon sok begónia van. A begónia az egy nagyon népes család, többféle típussal, többféle fajtával. Igyekeztünk ezt a tárházat kimeríteni. Aztán ami új, az az oroszlánszáj, ami egy igazából egy ilyen falusias jellegű dísznövény, de próbát teszünk vele, nagyon-nagyon szép termesztett formái vannak, és ezt kipróbáljuk az idén. Aztán az elmaradhatatlan tagétesz, amit a köznyelv ugye büdöskének ismer, aztán van bojtocska, verbénák, tehát rudbeckiák, kupvirág, így ismerik a hobbikertészek. Próbáltunk minél több fajtát is felhozni, ezek a leggyakoribbak. Pontosan 22.200 darab növényt ültetünk Nagykanizsán, az egy nyári ágyásokba. Ebből 8800 darab volt a begóniánk, ugye ez volt a legnagyobb tömegben ültetett növény, és ebből a 8800 darab begóniából van 5700 darab csak az Erzsébet téren. Tehát az Erzsébet tér ágyásaiba leginkább a begóniákat lehet megcsodálni. A munkálatok legnagyobb része ezt a területet érintette, a város főterét? Igen, itt van a legtöbb virág elültetve, ugyanakkor nyilván a dézsákban is több ezer darab van, a főúti ágyásban is több ezer darab van, tehát azért vannak nagyobb egybefüggő, összefüggő ágyásaink, de az Erzsébet tér az, ami kiemelkedő ebből is. Mennyi időt ölelt fel maga a megtervezése ennek, hogy például eldöntötték, hogy ide akkor 5700 begóniát ültetnek, akkor a dézsákba egy kisebb mennyiséget, ez mennyi időt ölelt fel? Hát maga a tervezési folyamat az már az őszi időszakban elkezdődik.
Először is ugye a növényfajtákkal, a növénytípusoknak a kiválasztásával kezdődik maga a folyamat, utána a virágágyások megtervezése történik, és ugye legvégén ugye ki kell adni a termelőnek, hogy mi az a mennyiség, és mi az a növényfaj, amiből termelni, vagy vásárolni szeretnénk. Tehát önmagában ez egy hónapos folyamat összességében, de maga a tervezés egy másfél hét körülbelül. Összesen mennyi termelőtől vásároltak, erre vonatkozó adatok vannak? Igazából helyi termelő, tehát kanizsai termelőktől vásároljuk a növényeket, tehát itt helyben megtermelt és felnevelt növényeket ültetünk el Nagykanizsán.